Tegnap a paksiakkal keltettük a napot, ma keleten kell fel, ahol ezen az őszön fényesen világított, mert hogy az NBA egy fél idejében az első helyen a Debrecen áll, amely magabiztos szezon teljesített, három fronton is állnak, jól állnak a foci a Loki helyi kötődésű vezetőedzőjével, kondás elemérrel magyarázzuk a jeles bizonyítványt már is. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! No, mi volt ennek a, a, szezon kezdete óta tartó veretlenségnek a fő összetevője, a sikernek a fő tehát itt ilyen nagy titkokról nem igazán kell Kis beszélni. Kis titkokat mondja. Kicsi titkok. Sok kicsit e -e -e -e. A játékosaink sikerre éhesek, szeretnek dolgozni, rend fegyelem kell hozzá, megfelelő alázat a labdarúgás iránt, és hát lehető legtöbb pontot ki kell hozni az adott mérkőzésből. Ennek a társaságnak, az éjségüknek, a szellemiségüknek az a tavalyi megtorpanás, azt nem mondanám, hogy hát hullámvölgy talán, szóval az jót tett ezek szerint. Minden csapat életében van egy ilyen, amikor nem úgy jönnek az eredmények, vagy nem úgy sikerül a játék, mindenféleképpen jót tett a csapatnak természetesen, ott azért kicsit elfáradtak a játékosok, ott is több fronton kellett harcolni, ugye nemzetközi kupában voltak, és néhány játékos elfáradt, nincs ebben semmi előfordul az ilyen. A siker egyik titka jó védelem? Ö, nem, én úgy gondolom, én nem szedem így szét, tehát igaz, hogy van kapusvédelem, középpálya és csatások, de csapat, én úgy gondolom, hogy azért tudtunk ilyen sikeresek lenni, mert csapatként funkcionáltunk. Azért legalábbis az öltözőben néha csak-csak kiemel egy-egy nevet, nem? Ö, igen, tehát általában úgy szoktuk, hogy, hogy megvan a, a mérkőzés értékelés videóval, tehát megmutatjuk a játékosoknak a jó és a rossz dolgokat, de főleg inkább a jobbakat, nyilván a rosszakat is, mert abból kell tanulni, és ott szoktuk kiemelni, hogy na ez, ez nagyon jó volt, ez, ez, ezzel azért vigyázni kell. De igazából nem akarunk úgy embereket kiemelni, mert, mert tényleg az a jó, hogy a csapatként működünk. Azért még a védelemnél maradnék egy pillanatra, ős Debrecen itt választottak a legjobb védőnek, már érik valamelyest az utánpótlás munka, úgy látja? Minden évben van az utánpótlásból olyan játékos, aki be tud kerülni az első ö, csapatba, eddig is így volt, remélhetőleg ezután is így lesz. De magánál, mintha ez hangsúlyosabb lenne, nem? Igazából a, a, ezek a fiatal játékosok saját maguknak köszönhetik, hogy bekerültek a csapatba, meg volt adva a lehetőség mindenkinek, a felkészülés során ö, mindenki jól teljesített, ki kellett jelölni egy, egy csapatot, aki ö, kezdi a bajnokságot, itt ők kapták meg a lehetőséget, éltek vele, bizonyítottak. Ennek, és most akkor térjünk vissza a csapatra, ennek a csapatnak a szellemiségében van szerepe a debreceniségnek, ősdebreceni srácoknak, klubhoz való kötődésnek, utánpótlásban történt kinevelődésnek, ez, ez, ez ad valamit tartásba a társaságnak? Természetesen van szerepe, és, és ad tartásba nyilván ö, ö kaptak is a klubtól ezek a játékosok, szeretnének vissza is adni belőle, úgyhogy mindenféleképpen ez az oda-vissza a kötődés, ez, ez pozitív dolog. Varga József kulcsjátékosa, azt mondhatjuk. Bizonyára az egyik kulcsjátékosa. Nem, az nem jelentett nem. valamilyen gondot, hogy a válogatottban mást játszhatnak vele? Igazából meg kell felelni a válogatottnak. Józsi is így van ezzel, amelyik poszton játszhatják, a Józsi azon játszik, nálunk más pozícióval szerepel, de a Józsinak a kvalitása biztosíték arra, hogy meg tudja oldani mind a két szerepkört. De melyik Barga Józsi igazi helye? Mi úgy gondoljuk, hogy a, a középpályán A, a középpályán, igen. Bargó Józsi valószínűleg elmegy? Erről még nem tudunk. Nyilván ugye a jó játékosokat általában keresik, vannak plegykák természetesen, ezzel nem akarunk foglalkozni, Józsi is így van vele, nem foglalkozik, amikor majd konkrét ajánlat érkezik, amelyik a klubnak is, és a Józsi számára is megfelelő, akkor el lehet gondolkozni a dolgon, egyelőre még nincs erőszó. Felteszem, önző módon a vezetődző azt szeretné, hogyha maradna, nem? Mint kulcsjátékos. Természetesen minden, jó játékoshoz ragaszkodunk, de én úgy gondolom, hogy ha, ha valaki egy megfelelő ajánlatot kap, és hívják egy magasabb színvonalú bajnokságba, akkor menjen. Meg hát Mert... ő már abban a korban van, igaz? Tehát, hogy előbb-utóbb ez hát az ajánlat megfogja. 23 éves, tehát hát az, az ez egy jó igen. Kor, igen. ilyenkor érdemes. De, szóval de nem is az, hanem a tapasztalatok azt mutatják, hogy volt már rá példa, játékost keresték, aztán végül nem tudott elmenni, és utána meg nem tudott olyan teljesítményt nyújtani már. I, ott abban a, abba, abba a csapatban. Ha a mester dönt, hát nem és szereti ezt a fiút, és azt szeretné, hogy neki jó legyen, akkor az ő stílusához, ahogy megismerte az egyik kulcsjátékosát, melyik nyugati bajnokság illene legjobban? Hát a jó, nem akarom, a... hogy eladja a férjét. Nee, nem, 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 nem. Csak most olyan típusú labdarúgó, hogy hogy, ö, 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 szerintem nagyon sok bajnokságban megállná a helyét. Mert, mert ö, ruganyos, gyors, agresszív, ami, ami kell a futbalban, mai futbalban, tehát főleg az, hogy, hogy gyors típusú labdarúgó, és én úgy gondolom, hogy, hogy rengeteg bajnokságban meg tudná állni Ugorjunk, kulibali távozás állandó téva, megy, marad, megy, marad, megy, marad? Erről sincs szó igazából, tehát egyenlő szabadságon van, hazautazott, nincs erről szó, tavaly is úgy volt, hogy lett volna a csapat, aki vitte volna, nem akart menni, mert jól érezte magát Debrecenben. Kérdés az, hogy most esetleg hogy fog alakulni a dolog, de nem tudunk erről, hogy, hogy bármilyen megkeresés lett volna. Ha minden azon elképzelései szerint alakul a téli szünetben, akkor mekkora mozgás, jövés, menés, inkább jövés, mint menés? Szóval, hogy mi várható Debrecenben? Nem, hát egy csapat életében, ugye szinte minden csapatnál egy, egy felkészül, vagy egy pihenő átjúlási időszakban két-három játékos azért cserélődik. Nyilván vannak olyan játékosok, akik nem találták meg esetleg a számításukat játszani szeretnének, akkor elképzelhető, hogy ők, ők elvágynak abból a csapatból. Üh, viszont akkor ezeket megpótolni kell. Úgyhogy egyelőre, egyelőre ez a, ez a keret így, így megfelelő, de nyilván, ha lesznek távozók, akkor kellenek érkezőknek is lenni. De ez most, ez nem az a csapat a Debrecen, mert sok kollégája arról számol be, hogy bizony, hogyha tartani akarja a szintet, vagy előre akar lépni a tavasszal, akkor erősítenie kell egy-kettő-három poszton. önnek tekintetben elégedett lehet, azt mondja, hogy ha elmegy valaki, akkor kell pótolni, önmagában az erősítés most nem cél a Természetesen nem azt mondom, hogy egy, egy góllövő, mert góllövő, csatára mindig szükség van. Ha egy, Leginkább egy nagy, arra van szükség. Így az? van, ahhoz, hogy nyerjünk, ahhoz gólokat kell. Na most, ha esetleg eh, tudnánk szerteni valami nagyon jó gól, vannak góllövő csatáraink, de az, abban az sose, nem sosem, el, elég. Azt nem Eke? zavarná ja. el. Hát abból sosem elég, úgyhogy akkor, akkor elképzelhető, hogy... Elég erős a keret a három frontos helytállásra, mert mindenhol, hogy ezt említettem, mindenhol állnak, tehát ott van a Liga Kupa, ott van a Magyar Kupa, ott van a bajnokság, szépen teljesítenek. Hát az ősz egyelőre azt bizonyította, hogy, hogy elég erős önnek bizonyul. Nyilván most jönnek már a nehezebb dolgok, mert eddig ugye főleg a selejtezők voltak, vagy az előcsatározások, tehát most azért már a Liga kupába is, a Magyar kupába is célegyenesben vagyunk. Ráadásul a Magyar Bajnokságban is ugye 13 forduló van még hátra, nagyon nehéz mérkőzések várnak ránk. Idegenben jönnek majd a a legfőbb Ide hát az, az, az A, a Debreceni az, az nehezebb lesz, mint a Debreceni ősz? Na meglátjuk, hogy mennyire lesz nehéz. Az, az, igazság, hogy egy csapattal egy bajnokságban kétszer kell játszani, egyszer ott, egyszer itt. Most ez így adott meg a sorsolás folyamán, meglátjuk, azon dolgozunk, hogy, hogy legalább ugyanolyan sikeresek legyünk, mint az ősszel. Hogyan alakul innentől kezdve most a, a téli időszakban a Loki menetrendje, hogyan készülnek majd fel a tavaszra, mennek-e például a külföldre? Igen, hát jelenleg a... Elküldi a -e melegébb éghajlatra a társaságot a tulajdonos. igen, igen, Tervben van véve. Jelenleg a játékosok szabadságukat töltik. A szabadság vége felé már írtunk nekik programot, egy kis előmozgást tulajdonképpen. Január 9-én találkozik a, a, társaság, orvosvizsgálatok, különböző kondíciótesztek várnak a játékosokra, és Tervek szerint február elején utazna a csapat egy 9-10 napos edzőtáborozásra, ahol nyilván ott az lenne a cél, hogy jó pályán, jó ellenfelekkel tudjunk játszani. A nemzetközi porondra vélhetően kiléphetnek majd a szezon végén, ugye a bajnoki cím az egyértelműen elsődrendű céljuk. Arról már van elképzelésük, hogy ebben az esetben hol játszák a hazai meccseket? Debrecenben majd lesz egy új stadion, de az biztos, hogy nem épül fel még Igen, össze. hát egyelőre, egyelőre úgy ez ki, az nyára nem készül el. Nem tudjuk még egyelőre. Ez, ez, ez a későbbiek eh, egyeztetése során derül ki. Későbbiekben eh, egyelőre az a célunk, hogy olyan helyen végezzünk, ami biztosítja ezt a nemzetközi szereplést. Utolsó kérdésem. Mit gondol, javult az őszi színvonal a Magyar NBA-ben? Én egyértelműen azt mondom, Miben hogy igen, javult. Ö, több csapat vállalta fel a, a támadójátékot, ezáltal ugye ö, elég sok gól esett a mérkőzéseken ezáltal kijött a, a közönség is jobban ö, kijött a, a mérkőzésekre, jobb hangulatuk lett a mérkőzéseknek, és ö, nyilván én úgy érzem, hogy egy picit gyorsult is a... Tehát azt mondja, hogy a saját csapatalok is a korábbiakhoz képest több izgalmasabb mérkőzést játszott? Nem akarom a korábbi időszakot én értékelni, de hál' Istennek nagyon sok néző kilátogatott a mérkőzéseinkre, úgy gondolom jó mérkőzéseket láttunk, és az ellenfelekkel is, akikkel játszottunk, nagyon jó ellenfelek voltak, és, és minden győzelem értékes volt, amit, amit be tudtunk nyújtani. Mester, akkor jó pihenést most a, a térre, a még lehet, aztán meg jó felkészülés. Köszönöm szépen, hogy volt nálunk. Köszönjük szépen.